Micsoda! Itt is vagyok, srácok, szevasztok. Hát elég kemény volt végighallgatni ezeket a muzsikákat. Nagyon sok érzelem kötődik nekem a Witcherhez. Sok mindenen keresztül mentem azóta, és hát durva volt ezeket hallani, nem tudom ti, hogy vagytok vele, azt a rohadt. Úgyhogy remélem, hogy sikerült jó muzsikát választani nektek is így az elejére. Nekem amúgy nagyon adta, szeretem a Witcheres muzsikákat, minden mennyiségben, minőségben. Úgyhogy ez jó volt. Köszönöm szépen amúgy Sir Archibald a réten a 9 hónapos támogatásodat. Returned. Köszi szépen. És gratulál az újabb badge-ethez. Szia Iron Marcó, szia Feca. Láttam, hogy itt voltak ilyen technikai jellegű kérdések. Hogyan érhetőek el a DLC-k PS5-ön? Hát elvileg van ilyen Complete Edition. És akkor ott abban benne van minden. Ha minden igaz, ha jól tudom. Meg volt olyan kérdés is, hogy hogyan látszik az OBS-be a Witcher. Hát elvileg ilyen parancsot kell beírni, hogy launch optionbe bele kell írni azt, hogy kötőjel, launcher, kötőjel, skip. És akkor így amúgy több minden is bekapcsolódik a játékba a launcher miatt. Nincs complete edition? Akkor valamilyen edition van. Game of the Year? Valami van. Akkor bocsánat, fake info volt. A Game of the Year az csak PS4-es, akkor nem tudom milyen edition van a PS5-ön. Meg hogy honnan vettem és töltöttem le a Witcher-t, nekem Steam-en van meg. Már jó régóta. De amúgy GOG-on most nagy leárazás van. GOG-on is például nagy leárazás van. Úgyhogy ott is be tudjátok húzni. Én amúgy mindenkinek javaslom a GOG-os verziót. Üdvöd mindenkinek, srácok! Sziasztok, sziasztok! Köszi szépen, Archibald, és köszi szépen, Predog is, neked is a támogatásodat. Már is belekezdünk amúgy a game-be. Igen, Gofri, sajnos Ray Tracing nélkül pörög a játék, majd meg is mutatom, hogy miért. Hát az a helyzet, hogy ahhoz egy komolyabb gép kell. Egy sokkal durvábban komolyabb gép kell. A legtöbbet használt hangulatjeled a Yeezweg? Egy igazi vadász létó. A régi mentése nem kompatibilis az új verzió, ez nem igaz, kompatibilis. Ez nem igaz, mert hogy kompatibilis, én pont ma reggel néztem. Nekem működik az augusztusban elindított Witcheres mentésemmel a játék. GPU drivert érdemes-e frissíteni? Én frissítettem. Neked is a top 1 a Swag? Hoppácska, majd tartunk ilyen közös nézegetést. Addig, ha gondoljátok, nyugodtan tegyétek be a Discordon az általános szobába, hogy össze tudjuk mérni, hogy kinek mekkora. Game of the Year nekem Xbox One verzióban van meg. Aha, az Xbox One meg ugye az a PS4-el egyenlő verzió. Tehát az nem a Next Gen, ugye? Mekkora volt a frissítés? 45 giga. 45 giga. Azt hittem az összemérés OnlyFans Oli. Hát ez még safe to work. Safe for work, igen. Szóval ez még méregethető. Milyen VGA procit ajánlasz a 4K RTX-hez? 4K RTX-hez szerintem kell a... Mivel DLSS 3 kompatibilis a Witcher, ezért egy 40, 80 vagy 90. Nem. Hát nekem a 3080 Ti-ban nincsen DLSS 3. Abban csak kettő van, tudtam már, Gofri. De javítsatok ki, hogyha hülyeséget mondok. De én úgy tudom, hogy csak a negyedik generációs videokártyák képesek a DLSS 3-ra. Jól tudom. Akkor jó. Tehát, hogy DLSS 3 miatt 4K Ray Tracing-kel szerintem negyedik generációs videokártya javallott. Igen, FSR támogatás is van, igen.
A DLSS 3 elég durva. Arról majd nézzetek videókat, hogyha így érdekel titeket ez a technológia, de a DLSS 3 az így, uff. Kegyetlen. Az kegyetlen. Na. Megnézegetjük, srácok, hogy milyen újítások jöttek egyébként a játékhoz. És utána pedig belevágunk magába a játékba. Most átnézzük azokat a dolgokat, amik így jöttek a gamehez. Mit szóltak? Hát ha tudok nektek újat mutatni. Most igen, látjátok ezt a layert itt jobb felül. Ezzel fogom ma nektek majd megmutatni azt, hogy milyen teljesítményre képes a setup, hogy mi miatt nincsen ray tracing benyomva, és miért azokkal a beállításokkal játszom, amilyenekkel. Köszi szépen, Szemánc, köszi szépen a támogatásodat. Azt mondja, hogy na itt van. Ugye hajnali egykor jött ez a frissítés, kivéve a PSS-eknek, mert ők már éjfélkötől tudták nyomni. Nem tudom, hogy vannak-e köztetek olyanok, akik már beletettek pár órát a játékba. Ez ugye a Next Gen Update maga, és egy pont akárhányas verzióról, 30-40-es verzióról, nem tudom, 4.0-ra update-elődött, úgyhogy pár verzió az így kimarad, de hát ez már a 4.0, tehát hogyha azt látjátok, hogy a Witcheretek 4.0-ás, akkor az azt jelenti, hogy már fönt van a Next Gen Update. Fent van a Next Gen Update. Ugye jött a Ray Tracing, és a PC verziósok még jobban testre szabhatták a Ray Tracing-es beállítást. Ugye a konzolosoknak ez egy 30 FPS-es grafikai mód, amiben van Ray Tracing, ami brutál mód, kegyetlen, srácok. Tehát ami megpróbálom nektek megmutatni, miután végignéztük ezt a patch note-ot, hogy milyen durva a ray tracing, sajnos azt nem bírja a gépem. Tehát akkor gondolhatjátok, hogy azt milyen gép bírja. Természetesen nem kell 1040p-ben játszani, ahogy azt én teszem, tehát egy 1080p-s ray tracinghez azért ennél kevesebb gép is elég, de hogy nem bírja a ray tracinget, és ki kell, hogy kapcsolja. Majd meglátjátok tehát a számok miatt, hogy miért nem. Igen, community made cuccok kerültek a játékba, community made és inspirált cuccok, itt le is írják, hogy pontosan mik, tehát konkrétan modokat implementáltak a játékba, ez az, ami így a leglátványosabb. Mindenkinek, aki nem PC-n játszik, mert aki PC-n játszik, annak igazából a ray tracing és az egyéb dolgok, amiket majd olvasunk később, azok jöttek be pluszba. Tehát, ha azt látjátok majd a végigjátszáson, hogy de hát eddig is így nézett ki a Witcher, akkor az azért van, mert modolva volt. Én azt hiszem a legutóbbi pár streamben már modolt Witcherrel játszottam, mert meg akartam nektek mutatni azt, hogy tud kinézni egyébként a Witcher, hogyha letöltünk hozzá pár modot. Tehát látványos frissítés, ez a Next Gen Update, a PSS-eknél lesz, illetve azoknak, akik nem modoltak. Igen, upscaled textúrák a karaktereknél, Geráltnál, Jennél, Trisnél, Sirinél és Eredinnél. Hát ugye, nem tudom ki az Eredin, majd meglátjátok spoiler nélkül. Azt is megcsinálták, hogy ugye eddig előre lerenderelt cutscene-ek voltak a játékban, ha jól tudom, és most már real-time rendeleli a cutscene-eket a játék, tehát ez is például újdonság, és azzal a grafikai beállítással, amit éppen használsz. Illetve eddig volt az, hogy átklippelt a hajad az armorodon, most már ezt is megcsinálták. Jött új időjárás, igen, az eget is frissítették, szebbek az effektek, itt van a Fidelity FX 2.1-es támogatás, jött a fotómód. A fotómód eddig úgy volt jelen a Witcherbe, hogy ezen az Nvidia-s ilyen overlay-en keresztül lehetett fotózni, tehát a fotómód az is
igazából a konzolosoknak jelent sok pluszt. Lehet pauzolni most már cutscene-ek közben. Alternatív kamera beállítás közelebb hozza a játékos karakteréhez. Igen, sokkal dinamikusabb lesz ettől a harc és a mozgás. Hát ez kíváncsi vagyok, hogy majd milyen. Horseback camera distance. Hoppácska. És itt van az Ultra Plus. Az Ultra Plus az csak a PC-seknek elérhető. És sok quality grafikai beállítás az, ami így jött az Ultra Plus-szal. Sokkal durvább az zajnövényzet, több a fa, meg ilyenek. Úgyhogy sokkal, hát még durvábban fog kinézni. Tehát a PC-s verzió durvább lesz, mint a konzolos, de szerintem ezzel nem mondtam újat. Ez eddig is így volt, és ezután is így lesz. Tehát ray tracing-gel tudnak játszani azok a játékosok, akiknek olyan videókártyája van 60 FPS-sel, akiknek bírja természetesen. A konzolosok csak 30-al fognak tudni. És akkor itt írja egyébként, hogy na, a DLSS 3 is elérhető, de csak a kompatibilis hardvereken, ugye ez csak is kizárólag a negyedik generációs videokártyákra vonatkozik. Jött egy online feature, ami nagyon-nagyon durva. Az online feature között az egyik a cross progression. Ezt tudjátok, hogy mit jelent? A cross progression azt jelenti, hogy játsszál bárhol, a mentésed játszható lesz. Bárhol. PC-n, PS-en, Xbox-on, mindenhol lesz játszható a mentésed. Mindenhol. Úgyhogy elgondolkodtam emiatt amúgy, hogy megmutassam nektek, hogy milyen a PS5-ös Next Gen Update, de végül úgy voltam vele, hogy jó, és hogyha valami miatt nem megy az első napokba, akkor majd kezdjem előről. Úgyhogy végül is emiatt nem mentem ebbe bele, de amúgy nagyon szívesen megmutattam volna nektek, hogy milyen elképesztően durva az, hogy cross progressionbe lehet játszani a Witcher-t. A Switch-et nem tudom, srácok, hogy hogy működik, de majd, hogyha valaki ki tudja próbálni, arról jó lenne visszajelzés, mert tudom, hogy ott is elérhető, de nem tudom, hogy az hogy működik pontosan. Ja, úgyhogy ez elég király, és aki ezt megcsinálja egyébként, hogy cross progressionbe rakja a mentését, az egyébként kap jutalmat, 4 skint, mármint hogy 3 skint, meg egy kártyát, a Kesselge kártyát. Oké, és itt van az az oldal, belinkelem amúgy nektek, ahol leírják, hogy hogyan kell begyűjteni. Amúgy azért is nem mondtam a Switch-et, mert nekem nem rém lett ezen az oldalon a Switch. Ja, nincs ott. Hogyan gyűjtsd be a jutalmaidat? GOG, Steam, Epic, Xbox Series X és PS5. Azt hiszem amúgy van valami a PS4-es meg az Xbox One-os verzióval is, de azt nem tudom, hogy... Azt nem tudom, hogy... Az hogy van. Arról nem tudok semmit. Amúgy én, ha tehetitek egyébként, és nem ragaszkodtok feltétlenül a Steam-es profilotokhoz, akkor én bátran ajánlom, hogy GOG-on vegyetek más játékokat, egyrészt mert ott DRM free, másrészt meg, hogyha jön egy frissítés, és tudjátok róla, hogy az egy nem jó frissítés, tudjátok azt mondani a játéknak, hogy nem, én nem akarom lefrissíteni, futtass csak szépen azon a patchen, amin én akarom játszani a játékomat. A Steam-en meg mókolni kell ahhoz, hogy te olyan verziójú játékkal játsz, amilyennel szeretné, mert a Steam, hogyha lehet egy frissítést, azt mondja, hogy te addig nem játszhatsz a játékoddal, ameddig le nem frissíted. Ja. Kaptunk új sidequestet, ez, ha minden igaz, ez a Heart of Stone-ba van. Nem tudom pontosan, hogy van egy questünk, ami a Heart of Stone-os, de nem tudom, hogy ez pontosan az-e. In the Eternal Fire's Shadow velembe kezdődik, és a Witcher, a vaják sorozat inspirálta a Netflixről. Úgyhogy majd ezt is meg fogjuk nézni, ott majd megpróbálom erre felhívni a figyelmet. Aztán van külön kinézet Dandelionnak, be lehet állítani a Netflixes kinézetet, illetve a Nilfgaardi Armor is tud Netflixesen kinézni,
kapott kínai és koreai voiceovert is a játék. QL változtatások, amik megkönnyítik az életedet. Quick Sign Casting. Tehát úgy tudsz választani a jelek közül, hogy nem kell megnyitnod valószínűleg azt a nagy kereket, és úgy tudsz választani a jelek közül, és úgy tudod gyorsan elkasztani. Én erre még nem jöttem rá, hogy ez hogy kell. Majd ezt is kipróbáljuk. Azt mondja, hogy Option Gameplay. Kapott a térkép egy újabb szűrőt, és most már el lehet rejteni a kérdőjeleket egyébként, hogy még kevesebb ikon legyen a térképen. De ez olyan, hogy vissza is lehet őket kapcsolni. Tehát, hogyha akarod látni a kérdőjeleket, akkor az is működik. Ja, én azért nem tudom, hogy ez most így hogy működik ez a Quick Sign Casting, mert én kontrollerrel szeretném végigjátszani a játékot, aztán lehet, hogy majd egérbillentyű lesz, de hogy alapvetően kontrollerrel akarom, és azon ezt így hirtelen nem találtam meg. Még magasabbról tudjuk túlélni a fall damage az olyan, hogy kapott egy minimum magasságot, állítottak rajta, és elvileg most már nem fog fájni annyira a fall damage, mert Geralt nagyon-nagyon-nagyon sokszor halt bele a fall damage-be, elvileg most már többször túl fogjuk élni. A virágokat most már instant lehet lootolni, tehát ez egy olyan dolog, hogy nem kell megnézned, megnyitnod a virágot, és utána kivenned a virágból a virágot, hanem így rányomsz, és akkor felszeded. Tehát ez is például egy tök jó QL változtatás. Dinamikusan elrejtődik a minimap és a quest objektív, hogyha nem vagy kombatba, vagy hogyha éppen a Witcher érzékeket használod. Megnézzük majd, hogy ez milyen. Ezt tudjátok az, amikor nyomod a jobb klikket. Ez az. Lehet slow walk-olni kontrollerrel. Tehát, hogyha lassan megpöckölöd a bal, mi az, analógot, akkor tudsz sétálni a karakterrel, mert eddig csak a futás volt bennem. Ezt is majd megnézzük, hogy mennyire fog működni. Alternatív sprint mód. Ha megtepelem a sticket, akkor aktiválja a sprintet. Uh-huh. Jó. Target lock. Erre a target lockra is kíváncsi leszek, hogy milyen, mert nem emlékszem, hogy én egérbillentyűzettel használtam volna a target lockot. Jobb lett a menü a bombáknál, dinamikusan lehet váltani anélkül, hogy... Ja igen! Sokkal jobb lett az, amikor, tudjátok, volt ez az egy vagy két hely, ahol ott volt a fákja, a számszeri, meg az egyéb tárgyak, most már könnyebb lesz ott váltani az itemek között, anélkül, hogy benéznénk az inventoryba például. Lehet állítani a fontok méretét, amikor beszélgetnek az NPC-k, vagy amikor dialógus van, úgyhogy ez is tök jó lesz így a stream szempontjából. PS5 kontrollerrel? Én PS5 kontrollerrel fogom játszani. PS5 kontrollerrel fogom játszani, ahhoz elmondom azt is egyébként, hogy a Steam-en keresztül játszátok, akkor kapcsoljátok ki ezt a Steam bevitelt. Ezt kapcsoljátok ki, dugjátok rá a kontrollert vezetékesen a gépre, és kapcsoljátok ki ezt a Steam bevitelt. És akkor fog jól működni. Hogyha, hogy hívjákon hagyjátok, alapbeállításon vagy bekapcsolván, akkor nem biztos, hogy DualSense kontrollerként ismeri majd fel a Witcher a kontrollereket, hanem lehet, hogy dualsokként, vagy Xboxként, főleg valószínűleg amúgy a dualsokként, tehát így például nem fog működni a haptikus feedback, se az adaptív trigger. Igen. Full combat rebalance, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos ellenfelek nehezebbek, bizonyosabbak pedig könnyebbek lesznek. Bár nem tudom, hogy itt olvastam amúgy kontrolleres változtatást, de ezt valószínűleg azért nem látom itt, mert hogy ez csak a PC-s verzióra vonatkozik, de amúgy, hogy itt lehetne az, hogy a PS5 kontroller is. A PS5 kontroller is. Tehát az is támogatva lett. Jó, itt javítottak questeken, oké, ezeket már nem olvassuk el. Jó. Szerintem amúgy végigmentünk itt az újdonságokon. Megnéztük, és most elindítom. Még mielőtt belekezdenénk a végijátszásba, megmutatom nektek egyébként azt is, hogy
hogy néz ki a játék, és hogy néz neki ray tracinggel. Igen, ilyen launchert indítál, de mondom, ezt ki lehet kapcsolni, hogyha beírjátok launch optionbe azt, hogy kötőjel, launcher, skip, majd kötőjel, launcher, kötőjel, skip. Ha ezt beírjátok, akkor nem indul el ilyen launcher. Na várjatok. Kicsit lejjebb veszem itt a hangot. Marad a taliga, marad a taliga. Na. Nyomunk egy meditációt, hogy nappal legyen, mondjuk 10 óra. Na, ott látjátok jobb fölül egyébként, hogy milyen a performance. Azért nem a bal felső kockaszámok vannak, mert jelenleg azzal, hogy elindul a launcher, és nem a játék indul el, azzal így nem működik, srácok, az MSI Show Valley, az Afterburner Show Valley és a Riva Tuner Statistics Server sem. Ha megnézitek itt a növényeket mellettem, hogy mennyire keményen néznek ki már most. Brutálisan szép a játék. Brutálisan szép már most a game. Megmutatom belülről a kecót. Hogy is kell elővenni? Igen. Váltani, igen, és akkor ezt elő kéne vennünk valahogy. Így, nem, ez kaja, ez se az. Na jó, hát azt hiszem a középső gombbal kell. Igen, 6%-os CPU használat van. De majd meglátjátok, hogy RTX-el milyen lesz, és hogy miért nem az van most. Ja, én kontrollerrel nyomom, srácok, azért is jeleníti meg itt a kontrolleres gombokat. Hát, hogy így néz ki jelenleg belül a játék. Ez a maximális grafika a ray tracing nélkül. A next gen update-tel. Végigmegyek itt a veteményes kerten is, hogy lássátok, hogy milyen szépek azok a dolgok is. Szépen lassan. Hát ez valami kegyetlen, srácok. Ez valami kegyetlen. Elmegyünk mindjárt a véres bárónak a helyére is, mert szerintem az is látványos, az is nagyon szép. De hát kegyetlen, ahogy kinéznek a növények, brutális, brutális. Returned. Arról nem is beszélve, hogy ha megnézitek Geráltnak, milyen szép az armorja. Igen, megjelenítés, és akkor most... Mi? Általános, ez kell nekünk. És most benyomjuk a ray tracinget. Na hát ray tracinggel olyan, hogy... Ray tracinggel az igazi a game. Csak az a gond, hogy ezt nem bírja el. Nézzétek meg, ezt nem bírja el. Olyan gyönyörű és olyan szép. Ha tehetitek, és egyébként nem zavart titeket az, ha nem zavart titeket az, hogy 30 FPS-etek van, akkor nyomjátok. Az árnyékok a... Ez... Na, mindjárt mutatom egyébként, hogy hol látszódik igazán. Hol az, ahol én észrevettem. Aha, ez 1040p. Tehát ez igazán egy next gen élmény. Ez. Na, itt van ez a kuja. És ha megnézitek az árnyékát, hogy milyen, akár ott is.
Ott a fal mögött, hogy milyen. Ott. Na, ha most ezt kinyomom, akkor látni fogjátok szerintem elég erősen, hogy mi változik. Ugye látszódik, nem is kell mondanom. Ez PC. Igen, ez PC. PC-n játszok. Nézzétek az árnyékokat a túlja mögött. Szóval, ja, sajnos így nézhet neki a játék, hogyha bírná a gépem. Egy 49-nel szerintem... Egy 49-nel szerintem nem lenne gond. De ahhoz kéne egy 49-en. Nekem meg csak ilyen csöves 38-an TI-on van. Amúgy a 4K-nél nem sokkal durvább. Mármint nem sokkal többet vár el. Egyébként. A negyedik generációs Nvidia kártyáknál ugye az a nagyon nagy előny, hogy ott be tudod nyomni a DLSS 3-at. Amúgy csak el kell adni egy versét, srácok, és akkor már is jó lesz. Mondtam nektek, hogy megnézzük még a mi az? A bárót, a bárónak a helyét. Persze, hogyha nem bénáznék itt. Velen. A DLSS-en nem változik semmi, srácok. Nálam legalábbis. Ennél a fokú terhelésnél nem változik semmi. De megmutatom nektek. Megmutatom nektek, milyen lenne, hogyha lenne DLSS. DLSS. Hát annyi változik, hogy sokkal tompább lesz minden, sokkal elmosódottabb lesz minden, az FPS marad, a teljesítmény lemegy a videókártyáló, ennyi. De hogy veszítek abból, hogy milyen szép. Tehát így elmossa a textúrákat, és hát ja, ez itt most jól néz ki, de látom, hogy a távolban nem néznek ki jól a dolgok. Tehát, hogy akkor már inkább azt mondom, hogy figyelj, hogyha nem tudod feljebb tolni az FPS-emet, akkor ne vegyél már a videókártya teljesítményéről, mert hát csúnyában néz ki. Tehát, hogy most annyi változott, hogy ugye nem minden olyan szép előttünk. Tehát, hogy ennyi. Tehát, hogy akárhogy állítom amúgy a DLSS-t, nem lesz jobb. Nem lesz jobb. Hogy beállíthatom minőségre is. De hogy nem lett jobb. Úgyhogy, hát ezt kinyomom, skacok. Megmutathatom nektek az FSR-t is, de azzal se jobb a helyzet. Hát ezzel még csúnyább. Ezzel még csúnyább. És ugyanúgy 40 FPS-ünk van. Hát most gondoljátok el, a harc közben mi lenne amúgy. ...70% ugyanúgy. Úgyhogy... hát erről megyünk is el. Tau, igen. Élesítés, oké. És el akarok menni még a vörös báróhoz. Azt mondjuk gyorsan megcsináljuk, jó? És akkor utána belekezdünk a játékba. Amúgy a végigjátszásunk az nem New Game Plus-os lesz, hanem egy teljesen új karakter. Mert... újra meg akarok mindent szerezni. És... jó lenne kimaxolni. Veletek együtt. Még a macska is feliratozó volt, hogy macska? Igen. Azt mondják amúgy ecetes hal, hogy olyan, mintha a DLSS a launcher miatt nem működne PC-n. Na hát...
Így is nézhet neki a játék, igen. Azt a rohadt. Azt a rohadt. De velem. 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 Velem is brutálisan fog kinézni, srácok. Azt a rohadt. Nézzétek meg, hogy hogy megy éppen, hogy megy ott egy felhő a dombon. Hát figyelj amúgy, biztos, hogy készül egyébként a Witcher 4. Tehát azért más csapat, más team kell ahhoz, hogy összerakjanak egy Witcher 4-et, és egy más csapat kell ahhoz, hogy összerakjanak egy Next Gen update-et. Jászosom, kéne egy vödör a bokámhoz. Na várjatok. Várjatok. Két DLC is megkapta a frissítőt. Persze, hát igazából ez, tehát a Next Gen Update a teljes játék. Na tessék, kaptok egy kis estét is, hogy ezt is lássátok, hogy milyen. Unreal Engine 5.1-re kíváncsi vagy, hogy milyen abba a Witcher, hát az nem fogod látni valószínűleg, csak a farmédet. Ugye? Mármint, hogy a... ez a Witcher. Jaj, te a Witcher 1-re vagy? Ja, értem. Give me the coin! Veled nagyon szép a játék. Szia, Adria második. Itt futunk egy kicsit. Give me the coin. Ever heard of preventive ass whooping? Tudom már, hogy melyik endinget fogom tolni. És erre a látványra még rájön a HDR. Na ja. Azt nem tudom amúgy, hogy a PC verzióban van-e HDR. Nálam sajnos nincsen. Ja, igen, remélem láttátok, hogy mit írt ki fölöttem. Új jelző vár. Ezt tudjátok, mit jelent? Ha ide akartok jönni a várba, a CD Projekt Red figyelt rátok, és ide tudtok jönni. Ide tudtok jönni Fast Travel-lel. Ide. Bizony. Itt van amúgy előttünk valahol. Itt van. Itt van. Itt van. Igen, én is mindig a híttal mentem, és most már itt van. Az miért van, hogy a 35 FPS körül fut neked, de a GPU 80%-os? Hát ez egy olyan dolog, hogy ezt nem tudom megválaszolni, hogy ez miért van. Meditálunk egy kicsit. Fúj, fúj, Fast Travel, milyen RPG élmény az? Szóval, hogy ilyen, srácok. Ami még festői szerintem, és még így a végére megkapjátok ezt is, hát a Scare Moran. Csak nem tudom, hogy honnan nézzük. A Blood and Wine-nal kezdtünk amúgy. Blood and Wine-os területtel kezdtünk. Az a gond, hogy ez így streamen. Nem biztos, hogy amúgy át fog menni. Hogy mennyire szép a game. Majd ha előre a kezdet ki lehet menni az RK-re. Ott a tréninges résznél.
Nézd, betenni a látványjal, egyszer ennek nekiugrok valószínűleg screenshot hegyek fognak keletkezni. Hát ezt meg is értem. Igen, azok a felhők. Hát ugye ez már itt a 4K-s textúra. Vagy legalábbis ez már itt a elég durva textúra. Nem tudom, hogy lehet egy 8K-ba játszani, de... Ez kegyetlen. Sajnos így nem fog kinézni a játékunk. Az árnyékok, a ray tracing-es dolgok, azok nem fognak menni egyáltalán. Azok egyáltalán nem fognak menni, srácok. De amúgy ilyen a játék. És én nagyon örülök neki egyébként, hogy megkapta ezt a Next Gen update-et. Ez egy úgymond ok az ivásra. Na. Hát akkor most kikapcsoljuk. Amúgy így se szar. Félre ne értsetek, így se szar. Csak hát... Nem olyan menő. Ja, hát arról ne is beszéljünk, hogy ingyenes. Persze. PC-n pár euróért lehet hozzájutni a játékhoz. Ja. Kegyetlen. Kegyetlen. Hát ez egy kellemes kis karácsonyi program. Van, akinek meg több, mint karácsonyi program. Jó szórakozás mindenkinek, aki csapatja ezzel a Next Gen update-tel. Próbáltam nektek megmutatni mindent. Még így, ami érdekes, az, hogy... hogy pontosan mik azok a beállítások, amikkel ezt csináltam. Tehát, hogy nincsen élsimítás, mármint, hogy van, tehát, hogy nincsen DLSS meg FSR, nincsen dinamikus felbontásskálázás, se élesítés, viszont minden más amúgy maxon. A mozgási elmosódás meg elmosódás, azt így kikapcsolom, mert nem tudom én, azokat így nem élvezem. Illetve a kromatikus aberrációt, mert az egy kicsit állt a streamnek. De amúgy minden maxon. Über pluszon. Mi történik, hogyha nem minden ray tracinget kapcsolsz ki? Hát, akkor ugyanaz van, Scott. Ugyanaz van, ami most. Tessék. Tehát ez csak egy alap ray tracing. 10 FPS-sel több van. De sajnos ez se tűrhető. Nekem ez nem. Tehát az, hogy lemegyünk 60 elé, a 60 alá PC-n, ez nem egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy hát, ja, meg lehet, de tehát ez nem. Sajnos sugárkövetés off. És akkor így már oké. Okay. Igen, és akkor itt még nem, tehát nincsen csata. Nincsen csata, meg nem vagyunk a városba. Igen. Ja. Ó, fontos információ. Nagyon fontos információ. A DualSense-es update is olyan, hogy... hát ugye én kontrollerrel nem játszottam a Witcher, de most amúgy az a terv. A bal gomba D-peden ugye az előveszi az acélkardot. És... ugye ennél itt nincsen visszajelzés, ahogy suhingatsz. Tehát ennél nincsen visszajelzés. Viszont, ha a jeleket akarsz nyomni, akkor annál van már. A trigger visszajelzés van, tehát, hogy érzed azt a határt, amikortól elnyomod a triggert, a ravaszt, amikor elnyomod a ravaszt. Tehát érzed azt, hogy hol van az, amikor Geralt most már el fogja nyomni az Ignit. És hogyha elnyomod most, amikor még nem tudod, akkor a trigger az így... engedi, hogy tövig nyomjad, mert ugye akkor nem történik semmi. Viszont itt van visszajelzés, tehát jelzi neked a cooldown-t. Ez amúgy tök jó.
nem tudom, hogy a többi jelnél ez hogy lesz, mert igazából itt nézegettem, hogy mik vannak, de így... Hát annyira... Annyira én ezt annyira nem érzem. Ezeket el tudod nyomni, de így a ravasz visszajelzés az még nem tudom, hogy milyen lesz, majd ezt így menet közben mondom nektek. Hát a haptifikus feedback az olyan, hogy az majd csatába fog kiderülni igazán, hogy milyen csatát, meg így még nem tudtam nyomni. Na, kíváncsi leszek rá, srácok. Netflixes küldit is tolsz majd? Persze. Érted beszélni? Persze, hát minden Next Gen update-es tucat meg fogunk csinálni. Mindent meg fogunk csinálni. Úgyhogy... Hát srácok. Ennyit az újdonságokról. És akkor mindjárt bele is kezdünk a végigjátszásba. Annyit csinálok, hogy kikapcsolom ezt a Ctrl-Alt-Ü. Kikapcsolom ezt a izét. Nem ez kell? Így. 120. Hát azt bent hagyjuk, azt az FPS jelzőt. Gondolom, ahogy néztem, minden jelnek, mintha egyedi visszajelzése lenne, illetve a karcsújtása is visszajelz a kontrollát. Ja, mint haptikus feedback, aha. Ja. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek segíteni, meg informatív volt egy kicsit így ez a stream eleje. Jó szórakozást hozzá, skacok!